Sziasztok! Itt vagyunk újra egy remekbe szabott Survivor-ködésben. Ugye ezt a challenge-et fogjuk folytatni most. Ennek a challenge-nek nem más a lényege, mint az, hogy itt vagyunk egy dörttel és egy csomó virággal körbevéve, és egy csomó villagerrel. Itt van velünk Josh, Andrew, Jacob, meg John. Ja, ez Josh, ez meg John. Jó, azt hittem, hogy ugyanaz a nevünk. És most Survivor-ködni fogunk. Ott fejeztük be, hogy akartunk csinálni magunknak egy ilyen cobblestone generátort, ugyanis cobblestone-t jelenleg borzasztó nehezen tudunk szerezni. Úgy kell csinálni, hogy csinálunk ilyen mudot, ami sár. Ezt a mudot ezt úgy tudjuk csinálni, hogy szépen így összekraftoljuk ezt, és utána ezt beváltjuk egy ilyen cobblestone-ra. Ennyi! Így lehet cobblestone-t csinálni. Ami a mi problémánk, hogy ez borzasztóan lassú dolog, viszont már van nekünk egy water bucketunk, és amit írtak nekünk, hogy igazából fel tudjuk használni a bucketot a láva vödörhöz is. Például a okáért. Én most ezt megfogom, és akkor ide kiborítom. És akkor, hogyha most szerzünk fát, méghozzá ilyen rönk... Na, ilyen rönköt, 16 virágból. Várjál, valahova tettem egy csomó virágot. Nem tettem ide csomó virágot, na mindegy. Itt egy Enderman, igen, látom, hogy itt egy Enderman. Majd szépen meg is öljük, csak nem most, mert még igazából nagyon ráérünk. Ja, közben... Azt lopja a virágot, nézd oda! Azt itt teleportálgat, azt lopja a virágot. Szóval igazából még teljesen ráérünk ezzel, hogy szerezzünk Endermant, mert előtte még van egy csomó-csomó rohadlisok challenge-ünk, amiket meg kell csinálni, méghozzá olyanok, mint házépítés, meg stackelni dolgokat, meg igazából ide le van írva az összes challenge. Mindjárt meg is nézem nektek, hogy milyen challenge-ek vannak. Na... Szóval csinálni kell mondjuk cactus farmat, meg mob grindert, meg villager farmot, szóval azért vannak dolgok, amikkel el lehet így szórakázni, de egyelőre mi még jelenleg ott tartunk, hogy fát szedünk magunknak. Ennyi? Akkor ennél jóval több kell, viszont mondtátok nekem, hogy vízzel sokkal egyszerűbben tudok szedni virágot. Ami tényleg igaz! És ez eddig nem tudom, hogy a fenébe nem jutott nekem eszembe, amikor tényleg tök igaz. És én is szoktam használni ezt a technikát amúgy a Survivor-ködésben, hogyha van egy nagy füves plac, és onnan kell a füvet mondjuk leszedni, mert nem tudom, én nem tetszik nekem, hogy ott van ennyi fű, és akkor onnan le kéne szedni a füvet, és akkor megfogom a vizes vödröt, és szépen-szépen leöntöm. Na ezt így most így meg is csinálom én itt pár helyen. Összeszedem a virágot. Ha meg már itt van ez a pók, Fajtikám, gyere ide! Akkor mit szólnátok, hogyha eltávolítanánk az élők sorából, mert így legalább kaptunk fonalat, fonalból pedig tudunk majd a későbbiekben csinálni gyapjút. Gyapjúból pedig majd ugye lesz nekünk ágy, ami nagyon sokat fog segíteni, ugyanis egy éjszaka ebben a Survivor világban, hát az egyenlő a halállal, meg a kénküves bugyorral. Hát fogytának a kajánk, igazából nem tudom, hogy milyen kaját tudnék még szerezni nektek. Ezt a vízes bakitot ide le is tesszük. Ja, és ez kell nekünk. Persze. Tudj. Oké. Na, és akkor most kell nekünk egy ilyen láva bakit. GG! Meg is van! No. Innen egy kevéske virágot le is szednénk, és akkor igazából elkészült, és hát mindjárt el is készítjük a láva generátort. Erre egy kis időt fogok szánni, mert általában mindig el szoktam rontani, hogy készítsük láva. Generátor. Itt a víz lazában lefolyik, és csak így beleöntjük. Puk, és itt is van. Nice job, team! Szóval, ami nehéz ebben, hogy ugyan lett egy tök jó cobblestone generátorunk, ami tök fun meg minden. Viszont szerintem akkor, hogyha még itt vagyunk, akkor... Nia! Már azt hittem, hogy nem tudok Na jó, hát ezt most itt valamit csinálni fogunk ezzel, mert kezd egy kicsit az idegeimre menni ez a dolog. Szóval szépen itt ezt befedjük, mert nekünk ez itt értelemszerűen nem fog kelleni, ígyni. Szóval így egy kicsit van egy olyan érzésem, hogy nem esik bele annyiszor a lávába. Aztán lehet, hogy tévedek, de nem baj, mert most például ugyanúgy beleesett, és így tudunk szedni. Lootolhatunk egy csomó cobblestone-t, úgyhogy cobblestone-ból most már nem lesz hiány, csak akkor, hogyha lusta leszek bányászni, mert akkor bizony lesz belőle hiány. Amúgy srácok, hogyha tetszik nektek ez a
sorozatféle, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, ezzel jelezve, hogy csináljak még ilyet. Ti pedig írjátok meg az okos ötleteiteket kommentbe, hogy mi az, amit csináljak erre a pályára, és hogyan csináljam azokat a dolgokat meg, ugyanis a ti segítségetek fog kelleni abban, hogy jobb legyen ez a Survivor sorozat. Szóval várom a kommentekben az ötleteket, meg a terveiteket. Következő szisztéma, amit fogunk csinálni, szerintem kéne nekünk még egy vizes vödl. Már csak azért is, mert így legalább lesz egy végtelen mennyiségű vízünk, amit ide fogok mindjárt megcsinálni. Nagyon egyszerű, így, kérem ide. Úgy. Jó, ezt kivesszük, így. És ezzel vissza is tesszük. Ennyi. Nice, ez kész is van. Na, és akkor legalább most már van egy ilyen végtelen vízforrásunk, ezt a kettőt csak úgy letettem ide, mert miért ne? Ne kérdezzétek, mert nem tudom. Szóval, most már jöhetnek azok a challenge-ek. Most már így egy kicsit nyugodtabb vagyok, hogy lett ilyen. Na, építsünk egy házat. Nem tűnik ez olyan nehéznek. Most Péter, mit kell ezen túlspirázni itt a dolgokat? Várjál, valamit még... Ja igen, 16-ból tudunk szerezni vasat. Hát a vasat sosem árt. Úgyhogy a vasat még égessük szépen kifelé. Jó, ezeket ide letesszük. És akkor szerintem, hogyha már úgyis azt kéri, hogy építsünk egy házat, akkor vétek lenne őt megsérteni és nem építeni egy házat. Úgyhogy én azt mondom, hogy építsünk egy házat. Amihez kell nekünk egy csomó dört. Dörtöt pedig a híres neves dörtbányából fogunk szerezni. Ami pedig idő lesz, úgyhogy itt most egy kis vágás. Hát szépen kiszedtünk egy kevéske dörtöt. Igaz, most már a dört nem arra fog kelleni, amire eddig kellett. Viszont, hogyha már úgyis itt kitakarítottuk ezt a nagy placot, itt így virágok nélkülivé tettük ezt a szép területet, akkor vétek lenne nem felhasználni ezt a szép placot, és vétek lenne nem ide építeni egy gyönyörűséges házat. Hát kifejezetképpen most jelenleg, mivel hogy ennyi dört van ezen a pályán, így első körben én azt mondom, hogy egy ház, akkor is ház, hogyha rohadt csúnya. Márpedig tudjuk jó, hogy a zsidav nem szeret szép házakat építeni, úgyhogy én most azt mondom nektek, hogy ide fog készülni egy gyönyörűséges, esztétikus, lehengerlően szép dörtházikó. Olyan lesz, mint a kisgyerek, aki először survivorozik amúgy. Egy az egyben olyan lesz, figyeld. Elfogyott! Viszont annyira unom már ezt a tipikus alapot a házaknál, úgyhogy én azt mondom, hogy legyen ez most egy kicsit különleges, és csináljunk bele valami esztétikát, olyan tekintetben, hogy mit tudom én, L-alakú legyen, ide néz. L-alakú lesz most a ház. Most nem lesz olyan egyszerű, figyeld. És akkor itt lesz majd maga a hálószoba, a dört hálószoba. Jaj, de csúnya amúgy már most. És hát kezdődik az éjszaka, úgyhogy kalandra fel, hatusz, gyere el. Hisz ugye tudjuk, hogy minket minden érdekel. Úgyhogy most kezdődik majd a parti. Itt igen erőteljesen. Hát van nálam kard. Viszont azért ez még kevés lesz ahhoz, hogy én megúszak itt egy nagyobb harcot. Nézd meg, ott már a zombi uraság már közeledik is felém. Hello, pajtás! Bocs, nem lehetne, hogy most esetleg így megvárod, még megépítem a házikót? Nekünk első körben amúgy pókok kellenének. Szóval én azt mondom, hogy most ezt az éjszakát arra fogom szánni, hogy pókokat szerzek. Hello, pók! Ott látok is egy pókot, gyere ide, pók uram! Puff! 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 Oké, adott nekünk, nagyszerű. Nagyszerű! Hova még ott egy pók? De ez nagyon messze van. Ráadásul ott egy csomó skeleton a közelben, úgyhogy azt nem támadjuk meg. Wow, mennyi pók spawnolt oda azt a leborult Tracefan fügykösén? Tudj. Oké, nagyon jó. Hoppá. Jaj. Oké, ú, de jó, hogy ezt nem hardcore-ba csinálom. Oké, nagyon jó. Oké, menjünk ide be. Jó, itt biztonságban leszünk egy ideig. Szóval lettek nekünk stringjeink. Egy darab! Nice! Innen csak előre van, nem hátra. Azzal viszont nem foglalkoztam, hogy milyen kajákat tudok kilútolni. Úgyhogy most itt ez a pókszem. Hát sajnos bele kell törődnöm abba a helyzetbe és abba a tényállásba, hogy itt az idő meghalni. Oda nézd, megy föl. Megy föl a szívem. Viszont ez így azért nem lesz elég. Azt ugye ti is érzitek. Kijövünk. Még kellenek nekem pókok. Csak olyan helyről kellenek nekünk pókok, ahol nincs exkeletonok. Oké. Még
Adjál nekem stringet! Ó, oh, köszönöm szépen, nagyon kedves tőled! Nagyon-nagyon kedves tőled! Ott is van egy. Szevasz, Pók uram! Gyere, Pók uram, kellene nekem a hálód! Egy, kettő, három, négy. Ó, de kedves volt, hogy ilyen ellátó üzemmódba kapcsolt. Hát mivel, hogy most nincsen amúgy semmilyen állat, meg ilyen husi, meg semmi, úgyhogy... Nézd, ezt, ezt is láttátok, hogy adott nekem egy vasat? Hát ez igazán nagy lelkű volt, nem? Ez egy igazán gálás viselkedés ez, hogy kaptam tőle egyet. Ott még látok bunkokat. Sajnos pont a creeper közelébe. A creeperök közelébe. Oké. Jaj, úristen! Csak valahogy így el kéne húzni őket, várjál. Így. Nagyon jó, megvan még egy! Még egy! Gudra való, várjál, mindjárt össze is teszem. Oké. Jó! Nézd, hogy pörgeti a kis lábát! Imádom, kap egy sallert, és utána így ott marad, hogy hát ezt meg... Oké, a lényeg az, hogy ezekkel a hülyékkel ne találkozzunk. Amúgy mi ez? Ez mi ez a zombi sereg? Ez, ami itt üldöz engem? Ez konkrétan itt ez mi? Ki volt ez? Melyik volt? Utassa Kenduram a pofáját? Semmi gond, újra kezdjük. Ott a husi. Nekem ez kell. Meg a string, amit pedig innen tudok felszedni. Már csak egy apjúnyira kell összeszednem. Gyere. Oké, nagyon jó. Opász, rögtön kettőt is adott. Nice. Az jó. Oké, ez sajnos nem adott semmit. Ott egy másik pókica. Gyere, pók uram. Utálom a skeletonokat. Menj már! Nézd, ott is vannak pókok, csak az a gond, hogy a skeleton is ott van, ami pedig nem szívügyem. A skeleton, na, azok ott szimpatikusnak néznek ki. Oké, robbanj, hogyha akarsz. Oké, robbanj te is, hogyha akarsz. Hello-ka, pókok! Kérek szépen itt stringet tőletek. Na, nem viccelj már, hogy nem ad egy sem. Mi? Egy sem adott? Na várjál, itt vannak még, itt három pók. Három pók közül biztos kell legalább az egyiknek stringet adnia. Ott, oké, okay. Egy már adott, nice. Oké, okay, kettő. Oké, okay, megvan. Nagyon jó, nice, veszetek össze. Megvan. Hú, de jönnek. Hú, de nagyon. Nem lesz ez így jó, semmi gond, elbújunk. Ott van a husika. A husikát azt felszedjük, mert a husika az jó fog jönni. A husika! Oké. Itt biztonságban vagyunk. Legalábbis egy ideig. Megcsináljuk a stringet. Nagyon jó! Nice! Ki kell mennem craftolni azt a szentelem mindenségét neki. Hello? Mennyi az idő? Pont jó? Oké. Nagyon jó. Kell nekem a fa. Meg kell nekem ez. Nice! Kész az ágy. Oké, okay, úristen, tudta aludni, el sem hiszem. De jön a zombi. Azt a mindenségedet, hát nem hagysz szundikálni. Nem ár! Én csak itt aludni akartam egy jó ízűt. Oké, okay. Gyorsan elszökünk. Elszökünk mindenki elől. Jaj, mindenhol ott vannak, nézzek, mindenhol ott vannak. Mindegy, ez az utolsó ilyen macerás este, szerintem. Ez már lényegesen könnyebb lesz. Figyeld, feltettem a levegőbe. Hogy erre eddig nem gondoltam, ott jön. Úristen, nice job. Háj, de jó, égetek. Égetek és pusztuljatok meg fel, légy szíves. Kérlek szépen benneteket. Úgy, pusztulat. Helyes, múljatok ki. Hagyjatok rám ilyen finom husikát, ami igazából egy ilyen romlott hús. Hát ezt az ágyat szerintem innen el is vihetnénk, mert eléggé hülyén néz kint a virágok fölött amúgy. Úgyhogy ezt innen le is kapnám, elnézést. Jó, már csak a creeperök vannak hátra. Akik meg, hát ugye azért élnek, halnak, hogy engem boldogítsanak. Nem kéne felrobbanni. Na még egy csúnytás. Ott van, meg is van, oké, okay, nice. Szóval, ott tartottunk, hogy házat építünk. Megijedtem tőle. Ott tartottunk, hogy házat építünk, hát természetesen belül így lesz az egész megcsinálva, hogy lesz külön egy szobácskám nekem, meg igazából más nem fog itt lakni, úgyhogy csak ez enyém lesz az egész szoba. Hát ez ilyen dört házikó lesz, hát szerintem amúgy most nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond. Így. És ide meg majd üveg fog kelleni, hát hogyha üveget honnan fogok szerezni, azt
még egyelőre ne kérdezgessük, jó? Mert arra még sajnos nem találtam választ, viszont ez a ház az így már egészen pofásan is néz ki, főleg, hogyha meg tudom úgy építeni, ahogy szeretném. Oké, ezt még itt befalazzuk. Hát a háznak az alapja nagyjából megvan. Nem szép, meg dörtből is van, hát kérem, de szépen lassan, ahogy majd haladunk előre és lootoljuk majd a dolgokat, úgy terveztem, hogy így szépen lassan lecseréljük majd. Na, Josh-tól tudunk venni virágokat, miközben 32-ből ilyen poppet, de nekünk nem poppy kell most, hanem olyan, ami dört. Dörtöt pedig ilyenből tudunk szerezni, orchideából. 2 darab orchideából. 2 darab orchideát pedig, 16 darab ilyenből szerzünk. Hú, az bizony rengeteg cobblestone, srácok! 32 darab cobblestoneból lesz 2. Úristen! 16 darab kell belőle, és abból lesz 2 darab orchidea, és 2 darab orchideából lesz egyetlen egy darab ilyen grass block. Igazából, hogyha azt nézzük, akkor egyetlen egy darab grass block is elég ahhoz, hogy elindítsunk egy ilyen... Esik az eső. Szóval egyetlen egy darab grass block is elég nekünk ahhoz, hogy elindítsunk egy ilyen füvesedési vírust. Nem is tudom, hogy mondjam. Na, ott tartottam, hogy szeretnék craftolni magamnak egy ilyen vassákányt, hogyha eltörik majd ez, akkor tudjunk szedni. Mennyi kell nekem a poppiból, hogy 16 legyen? Sok. Úgyhogy most ezt itt elkezdem ütni. Aztán majd visszatérünk, hogyha végül kiszedtem egy csomót. Meg is lett 4 darab poppy. Ezt most nagy becsben fogjuk őrizni. Ez még mindig nem elég. Még nagyon sok kell. Ja, Istenem! One eternity later. Végre! Meg lett megint egyszer 64. Amúgy, hogy kérdeznétek, hogy miért csinálom így 4-esével. Inkább ne kérdezzétek, csak hogy legyen valami. De tudjátok, mint egyelőre csinálok ide nektek egy ajtót, mert látom, hogy ezt is hiányoljátok már. Tehát, hogy ezt is hiányoljátok. Tessék itt egy ajtó. És tessék, ide is letettünk egy ajtót, szóval ennyi legalább már van. Van ajtó a házunkon, van ajtó a házunkon. Hát én folytatom akkor a bányászkodást. Olyaj, megy le a nap, én meg itt elkényelmesedtem. Gyorsan bedújunk az ágyba, alszunk, így legalább már az eső is alá fog hagyni. És még mielőtt jöttek volna a szörnyek, megoldottam. Hű, közel volt. A few moments later. És az utolsó blokkokat mindjárt ki is ütöm. Már csak egy, ami pont elégett. Nice, és meg is vagyunk. Hú, itt van az orchidea, és itt van a grass block. Hú, nem mondom, nem volt egyszerű feladat. És most szépen várunk, és megpróbálunk semmit sem rátenni erre az egy darab gyönyörű blokkra, és most imádkozzunk neki az egy darab grass blokkhoz, hogy szépen terjedjen el ezen az egész világon, mert hú, ez most kemény volt. Ez azért itt kemény volt. Na, szerintem itt a második részben eddig jutottunk. Lett egy gyönyörű széges grass blokkom, ami majd remélhetőleg el is fog itt terjedni. Ha ti várjátok a folytatást, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lessetek meg a leírás, ugyanis a nagyon menő Epic Neonos Zsérdobos cuccokat ott tudjátok beszerezni. Továbbá a Csotányvadász első, illetve második részét. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!